A karcagi általános iskolák is időben felkészültek a kötelező lázmérésre. Minden intézményben kijelölték a mérőpontokat. Ahogy érkeznek a gyermekek az iskolába, a kollégák a kapun állított a bejáratnál fölteszik a maszkot, ezt az arcvédő pajzsot, kezükben van a hőmérő, a testhőmérsékletmérő, és ez elég egyszerűen működik ez a készülék. Ezt a gombot kell megnyomnunk, a gyerekeknek a homlokához, vagy oldalra tartják, vagy a nyakához, és akkor méri a hőmérsékletet, pittyeg, amikor sikerült megmérni a hőjét a gyereknek, és kimutatja az értéket. Ezt most látjuk, hogy teljesen jó volt az én testhőm, és aztán pedig kikapcsol, és jöhet a következő gyermeknek a testhőmérséklet mérése. Új szabályok léptek életbe az iskolákban, amelyek segítségével a tanárok és a diákok még nagyobb biztonságban tudhatják magukat, mondta el televíziónknak Plósz Csilla. Kormányrendelet értelmében október 1-től kötelező az intézményekben a beérkező tanulóknak, illetve a pedagógusoknak, illetve minden dolgozónak a testhőmérséklet mérése. A mi intézményünk erre időben felkészült, hiszen körülbelül már 2 hete próbaüzemmódban megy a gyermekek és a felnőtteknek a testhőmérséklet mérése. Előre szereztünk mibe egy pár lázmérőt, hőmérőt, de ugye a kormány, az EMMI is biztosítja ezeket a hőmérőket az intézmények számára. Továbbá a fenntartunk is biztosítja a felnőtt dolgozók számára a 2 darab textil mosható arcmaszkot, illetve a pedagógusok számára az arcvédő pajzsot. Természetesen minden gyermek maszkban érkezik az iskolába, a szünetekben ezeket használniuk kell, a folyosókon, illetve az udvaron, a tanórákon még nem kötelező a gyermekek számára, viszont a pedagógusok számára és a dolgozók számára a tanítási órán is kötelező már a maszk hordása. Továbbá ugye biztosítva vannak a készfertőtlenítő helyek, a készfertőtlenítő adagolók, a mosdóknál a folyékony szappan, a papírtörlő, a felületfertőtlenítők, tehát minden olyan szükséges eszköz, amellyel hatékonyan tudunk védekezni a vírussal szemben, az az intézményünkben rendelkezésre áll. Mostantól mindenhol van lázmérés reggel. 37,8 fokos hőmérséklet felett nem lehet belépni az iskolákba. A helyi adottságokhoz mérten van, ahol a bejárati kapunál, illetve van, ahol az intézmény bejáratánál, melyik épületünk hogy esik. Továbbra is fontos, hogy a szülők, ha gyermekükön észlelik a betegség jeleit, például a lázat, semmiképpen se engedjék őt iskolába vagy óvodába. Az iskolák működése rendkívül fontos mind a gyermekeknek, akiknek szükség van a közösségre, mind a szülőknek, akik így munkába tudnak járni, hangsúlyozta Plósz Csilla. A szükséges testhőmérséklet mérőket a tankerülettől kapták épp úgy, mint a pedagógusok és a technikai személyzet tagjai a 2-2 mosható textilmaszkot és az arcpajzsot és 6 szenzoros készfertőtlenítőt a bejárati ajtókhoz.